Az Úr legyen veled. És a felelőnek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép megtalálta Jézus, sem a tanítványai, bárkába szálltak, és a rendőrnek kaparnaumban, hogy megkeressék Jézust. Amikor a utolsó barkát megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jött végén? Bizony-bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem azért keresettek, mert csodajeleket láthatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne olyan meredelért áldozatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az ember fia adja neked, őt ugyanis az Atya igazolta. Erre megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták: hát te, milyen csoda jelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáim, mannát ettek a pusztában, mint az írás mondja, így kegyelet adott nekik enni. Jézus erre így szólt: bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kegyelet az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá: Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az azért jöttek utána, mert újból megérkeztetek, és
Isten beviszi minket ezen az úton a mélyre, és a tanításunk, a mélysége tulajdonképpen abban csúcsosodik ki, hogy aki velem van, hozzám jön, megérkezik hozzám, annak igazából mindent megjelesz az élet során. Halljuk őszintén, hogy előttünk is sokszor előttünk az Isten. És amikor úgy érezzük, hogy kezünk között tartunk Jézus jelenlétét, megnyugszunk végre abban, hogy Jézus a csoda jelenlétével bizonyított a számunkra, hogy igenis létezik a mennyek országának valósága, létezik mindaz, amiben hiszünk, ami alakít az életünknek, ez is eltűnik előlünk ez a bizonyosság. És akkor elkezd az ember várni, hogy Jézus Isten után. És aztán a várgatásunk egyszer csak át is a szemben hányásra. Mester, hova lehet? Mikor jöttél, miért tűntél el a szemünk elől, azaz miért nem teszed állandóvá és folyamatossá a közöttünk végzett csodáját. És milyen érdekes az ember, ez a tömeg, amelyik nyilván nem felejtette a kenyér szaporítás csodájának örömét, és Jézusban mégis jelenet kér arra vonatkozóan, hogy ő az, amit küldött az Isten. Száz és száz Isten jelen az életünkben, jelenet kérünk az Istentől. Mert egyébként soha nem elég az Istentől adott jel, az ember újból és újból szeretne megkapanyolni magának még többet, és soha nem tud betelni az Istentől jövő jelen sokaságával. Jézus azonban többre hívja meg az embert. Az Isten nem jeleket osztolható Isten. Keresztények Isten nem olyan Isten, aki valami kis morzsát hullott az ember számára, aztán becsukja a kaput, és az ember pedig legyen boldog az Isten a kaput morzsájával. Jézus önmagát adja az embernek. És fölkínálja a mai evangéliumban azt az új utat, amely keresztül az ember valóban nem is tud érkezni az Istenhez, és nem pedig csak az Isten jelenjét tudja kóstolgatni, vagy éppen elrakni és ízgetni magánál. Aki hozzám jön, az nem éhezik többé, és aki bennem hisz, az nem szomjazik többé. Igen, mert aki az Istenhez érkezik, és szóba elérik az Istennel, hagyja magát megszólítani az Istentől, és beszélgetünk viszonyul meg az Istenet az imádságban, az rájövőben arra, hogy nem az evilági kézzel fogható jelek erdejének kell nekünk vándorolnunk, hanem az Isten oldalának. Óriási ajándék a keresztények számára Jézustól, hogy a keresztény ember tudja azt, hogy velünk az Isten. Nekünk nincsen szükségünk múlandó jelekre, nincsen szükségünk napról napra arra, hogy itt is, ott is az ember kisebb vagy nagyobb csodákkal fölszerelkezve, megerősítve járja a hitünkját. Egyébként az Isten jelenléte a gondolkodva arra, egyrészt soha nem vagyunk egyébként, másrészt pedig, hogy mindenünk meg lesz az életünk során. Igen, de Jézusban hinni, és hitben megmaradni mellette az napi erőfeszítés. És ezt az erőfeszítést senki sem spórolhatja meg. Aki nem hajlandó az Isten mellett erőfeszítést tenni, a szükség szerint elveszíti a szívéből azt a bizonyosságot, hogy velünk az Isten. Tulajdonképpen az a különböző
amiatt nem találunk rá világosan és egyértelműen a mellettünk bennünk élő Isten örömére. Talán ez a legfontosabb üzenet a mai evangéliumnak, hogy is arra hívnak bennünket, tisztítsuk meg a szívünket. Nyissunk ki az Istenet, és fedezzük föl, hogy az ő jelenléte képes erőt adni az embernek akkor is, hogy a szürke jelenlegességben lennek a hétköznapok, mert aki benne hisz, az valóban nem érkezik, és nem szomjazik többé, és nem pusztán az általad egy évben.